kalandos útra készülünk, megyünk a sivatagba. Én még életemben nem jártam a sivatagban, úgyhogy nagyon, nagyon kíváncsi vagyok. Sivatagos kb. Annyi közön van, hogy a gyerekeimnek olvastam Sic kalandjairól a sivatagban. Nem tudom, hogy mire számíthatunk. Mellettem ül a kormánynál Belleli Lajos, a katari curling válogatott szövetség kapitánya. Ő az útnak a vezetője. Lajos, egy pár szót kérlek mondj arról, hogy mire kell készülni, mire számíthatunk ezen a sivatagi túrán. Hát remélem, hogy móka és kacagás. Picit meglátjátok, hogy milyen ez a más típusú természet. Gyakorlatilag homokdűnék lesznek a tenger partján, legalábbis arra, amerre mi megyünk. Észre kell menni, nagy csodák nincsenek egyébként. Úgy ne hajts föl nagy gázzal olyan dűnére, aminek nem látod, hogy van-e másik oldala vagy nincs. Jó, ha van nálad elég víz, bármi történhet, nyilván tud, hogy hogyan kell kereket cserélni, ha esetleg van, ami defektes probléma történik, legyen nálad segélyhívó telefonszám, ha bármi olyan baj adódna, tud, hogy kit kell hívni, nem árt, ha van egy lapátod vagy mondható kötél, de egyébként nincsenek nagy veszélyek, észre kell menni. Egy készséges segítő próbál nekünk tanácsot adni a bajban. Kicsit elakadtunk. Nagyon sok van a harca. Megérkeztünk a kalandos utazás végén ide a tengerpartra. Itt vagyunk egy nagyon kellemes és nagyon szép öbölben. És hát azért voltak kalandjaink útközben. Lajos, ez előkerült az ásó, volt egy-két érdekes perdülés, bukkanó, szóval nem volt egy szokványos dolog. Vagy ez itt szokványosnak számít? Most maximalizáljuk az élményt. Hát ha csináltatok sivatagi bingót, akkor jó eséllyel már megvolt a megakadás, az elakadás, az ásás. A dűne oldalán le, most jön a kempinges része, a kellemesebb. Amikor bemész a vadonba, ahol nincs út, főleg így, hogy nagyon magas a dagály, elárasztott egy csomó olyan utat, amit egyébként szoktunk használni, és ott bementünk kalandozni, akkor belebotolhatunk egy-két mélyebb részbe, aztán elsüllyedünk, ez kész, ásunk, vagy pánikba esünk, és elszaladunk, haza szaladunk.